kukorica betakarítása, mindennapi testnevelés a refiben, védőoltás a méhnyakrák ellen, alpolgármesteri feladatok. Jó estét kívánok! Önök a nagypunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 12-én 18 óra 5 perckor. A kukoricát az egész világon termesztik közel 140 millió hektáron. Magyarországon a búzával együtt a szántóterület közel felét foglalják el. Termés átlaga 6 tonna hektáronként Karcag termőföldjein is termesztik, hiszen az egyik legsokoldalúbban felhasználható takarmánynövény. A kukorica a legnagyobb terméshozamot ott képes hozni, ahol a nyári hónapok átlag hőmérséklete 22 Celsius fok felett van. Jól hasznosítja a nedvességet, de elmondható, hogy a víz a fő hozam limitáló tényező hazánkban. Karcagon a kukorica annyira hamar beérett, hogy egy része már most raktárban van, pedig még hetek múlva szokott kezdődni a betakarítása. Erről Domján Sándorral, a Kunagró 21 Kft. Főmérnökével beszélgettünk. A kukoricák eleje már beérett, olyan szinten beérett, hogy raktárra is lehet aratni. Más kérdés, hogy ezeknél ez meglátszik a termés átlagban is, tehát azoknál a tábláknál, ami már 14% alatti vizet tartalmaz, a szemtermés ott inkább alulról a 6 tonna, mint fölülről, de az öntözetlen kukoricáknál mindegyiknél tapasztalható a csapadék hiánynak a termés csökkentő hatása. Ez a termesztés intenzitásától függően hektáronként egy 3-5 tonna közötti termés kiesést jelent. A szakember szerint a kukorica betakarítását szerencsére nem nehezíti most a felázott talaj, mivel száraz időben történik, de van ehelyett más tényező, ami miatt mégsem könnyű a művelet. 140 km/órás szél, az látva itt a többi gazdálkodó tábláit is, akinek olyan helyen van, ahol nincs erdősáv, ami védje, az elég rendesen megfektette. Magához tért, bonyolultabb lesz a betakarítás, be lehet majd takarítani, de nagyon nem tett jót neki. A csapadék a kukoricának mindig jól jön. Jól jött akkor, amikor megérkezett, de sokkal több kellett volna. Ezért is van ez a nevezzük kényszerérésnek, tehát túl hamar érik be, és érik össze az összes őszi növény. Hát ilyen az időjárás, ezzel kell együtt élnünk. Nem csak a kukoricára igaz ez, most éppen ugye egy lucerna táblán állunk, ami talán nem is látszik, hogy lucerna tábla, hiszen maghozónak lett meghagyva, le lett kombányolva, de egyelőre nem sarjad, mert neki is kell a csapadék, annak ellenére, hogy mélyen gyökerezik, annak ellenére, hogy több éve itt van már ezen a táblán, ez egy harmadéves lucerna, ami nálunk, de sajnos ő is mutatja nagyon a csapadék hiányt, vagy más fehérre növényt is termesztenek a gazdák, szóját például láthatunk a határban, öntözés alatt jól mutat, száraz művelésben gyenge féltermésen lehet számolni. A gazdáknak keresnie kell a szélsőséges időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajtákat, és az öntözést is meg kell oldaniuk. Minden növénykultúránál vannak aszálytűrőbb fajok, fajták, vannak kevésbé aszálytűrőek, viszont a monokultúrát egyrészt a szabályok miatt sem lehet, más részt a józan paraszti ész miatt sem lehet, illetve különböző kórokozók miatt sem lehet különböző növénykultúráknál követni, tehát hogy minden évben például nem vethetünk napraforgót ugyanoda, mert abból komoly gombakártétel, rovarkártétel lesz, de sorolhatnám a repcét, akár az összes többi növényt, és talán a kukorica tűri leginkább a monokultúrát, de azt is csak 3 évig lehet termeszteni egymás után. Tehát ahhoz, hogy a vetésforgót betartsa az ember, ahhoz továbbra is többféle növényben kell gondolkoznia, többféle növényt kell vetnie. A vetésforgó kötelező betartása miatt többféle növényt kell a gazdáknak folyamatosan termesztenie. A lehullott csapadékot, ami nagyon minimális volt ebben az évben, különféle talajkímélő, talajművelési eszközökkel tudják hosszabb ideig a földben tartani. A mozgás a testnek és a léleknek is egyaránt jót tesz. Nem csak a felnőttekre igaz ez, hanem a gyermekekre is. A szakemberek szerint ezért is nagyon jó, hogy bevezették a mindennapos testnevelést az iskolákban.
Sok szülő félt a mindennapi testnevelés bevezetésekor, hogy túl nagy megerőltetés jelent majd a gyermekének. De valóban tartani kell tőle? Hogyan tudják megoldani a kötelező mindennapi testnevelést a karcagi Nagykun Református Általános Iskolában? Kérdeztük Földvári Nés Simon Ilona igazgatótól. Iskolánkban megvan a gyakorlat a mindennapos testnevelés gyakorlatának bevezetésének, ez egy törvényi kötelezettség egyébként, és úgy próbáltuk megoldani alsóban, hogy ebéd után a napközis nevelők tartják meg ezeket a foglalkozásokat heti két alkalommal, mert délelőtt heti három testnevelés óra van, délután kettő. Na most a mindennapos testnevelés esetében azt kell tudni, hogy nem tornateremhez kötött. Tehát kint a szabadban, vagy akár bent a tornaterem, vagy a tornateremben, vagy a tanteremben is esős idő esetén egy kötetlen mozgásos tevékenységre kell gondolni. Tehát alsóban ezt így tudjuk megoldani. Az általános kondíción felül más jótékony hatása is van a mozgásnak. Kutatások bizonyították, hogy azok a gyerekek, akik testileg fittek, jobban teljesítenek az iskolában. A vonatkozó szabályozás a gyakorlatban mozgásteret enged a mindennapos testnevelés és testmozgás megvalósítására, hiszen például a tanuló választása alapján a mindennapos testnevelésből heti két testnevelés órát iskolai sportkörben történő sportolással kiválthat. A felső tagozat esetében pedig vannak szakosztályba járó gyerekeink, mondhatnám azt, hogy minden negyedik gyerek jár a városba valamilyen szakosztályban, és a szakosztályból ugye hozza a igazolást, és nekik akkor nem kell részt venni a heti két alkalmas mindennapos testnevelés foglalkozáson. Úszás oktatás esetén pedig heti két testnevelés órát meg lehet tartani egyben is, a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően. Az iskola így szervezi meg a tanulóknak az úszást a helyi gyógy- és strandfürdő tanúszodájában. Úszni visszük ki a gyerekeket, a testnevelő tanár rendszeresen le van foglalva az úszoda, és úszni viszik, illetve vannak különböző sport szakkörök, sportkörök, említettem az atlétikát például, a lányfocit, és sorolhatnám tovább is, mert nagyon sok van, és gyakorlatilag így hozzuk össze, hogy a törvényi kötelezettségnek meg tudjunk felelni. A tantárgy felosztáson ezek a kötelező órák úgymond szerepelnek, a pedagógusok egyéni tantárgy felosztásában, órarendjében szintén látható a mindennapos testnevelés foglalkozásának a helyszíne, az időpontja, tehát én azt gondolom, hogy ezen a téren is teljesen rendben vagyunk. Ma járt le az iskolákban a méhnyakrák elleni védőoltás igénylésének határideje. Az oltást azoknak a lányoknak a szülei igényelhették, akik betöltötték a 12. életévüket, és az általános iskola 7. osztályába járnak. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is lehetőség van a 7. lányok önkéntes HPV elleni védőoltására az oktatási intézményben. Ehhez szülői nyilatkozat szükséges, melynek szeptember 12 a kijelölt beadási határideje. Az oltási sorozat első részét októberben, a második oltást 6 hónap múlva áprilisban kapják meg a lányok. Az iskolai kampányoltás során adott vakcina a méhnyakrák kialakulásáért felelős, humán papillomavírus 9 típusa által okozott betegségek ellen nyújt védelmet. A tavalyi tanévben a jogosultak 81%-a kérte a méhnyakrák elleni védőoltást. Nézőink rendszeresen láthatják televíziónkban a képviselőtestületi ülésekről készített felvételeket. Ha a polgármester hivatali elfoglaltsága miatt nem tudja levezetni az ülést, akkor Gyurcsák János alpolgármester úr viszi a levezető szerepet. De emellett még mivel is foglalkozik az alpolgármester? Erről kérdezi stúdiónkban kollégánk Gyurcsák Jánost. Köszöntöm Önt a stúdióban.
Köszöntöm a televízió nézőit, különös tekintetre a 4-es számú választókörzetben lakókra. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye ön Karcag alpolgármestered, de talán kevesen tudják azt, hogy egy alpolgármesternek mi is a feladata. Ugye talán a polgármester tudják, hogy mit is dolgozik, de egy alpolgármester mivel foglalatoskodik? Hát az alpolgármester elsősorban azzal foglalatoskodik, amely a polgármester, mint főnöke megbízza, a testület megbízásával egyetemlegesen. Én nekem jutott az a kellemes feladat, hogy a városnak a gazdasági pénzügyi kérdéseivel foglalkozzam. Ez azt jelenti, hogy előkészítő munkát végzünk egy csapattal, amely egyrészt a költségvetések előkészítésében, gazdasági társaság működtetésének irányításában, és a különböző városi, bármilyen jellegű pénzügyi gazdasági kérdéseket illető témakörökben. Természetesen ezt majd ki fogjuk fejteni, ugye a második ciklus a polgármesterek Karcagnak. Kezdjük 2010-től. Honnan indult ez a város? 2010-ben ugye nagyon nehéz gazdasági feltételekkel vettük át annak a ciklusnak az irányítását. Hosszú éveken keresztül sikerült rendezni minden olyan problémát, ami a korábbi időszakban fakadóan megjelent, és én azt gondolom, hogy 2014-től már egy kicsit könnyebb helyzetben volt a város ilyen szempontból. Ugye a gazdasági világválság okozta nyomok minden településen, így itt Karcagon is nyomot hagytak. Nagyon nehéz volt abból a helyzetből elindulni? Hát a 2010-es, 11-es, 12-es évben nagyon kemény csapatmunkát kellett végezni a testület tagjainak a segítségével, hogy túl legyünk azon az időszakon, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek már bizonyítják, hogy túl lettünk. Mennyiben tudott ebbe segíteni az a közös gondolkodás, hogy Karcagot tehát olyan szinten kell fejleszteni, ahogy most tart? Nagyon meghatározó volt, hiszen benne voltunk egy fürdőfejlesztési beruházásban, amely gyakorlatilag egy kicsit többe került, mint előre tervezett összegek voltak, de sikerült ezt is megoldani, valamint a város többi működését célzó intézményeken, gazdasági társaságokon. Lásd például a hulladékgazdálkodási kérdést, amelyben nagyon komoly változások mentek végbe, és itt nagyon kell gondolkozni a városvezetésének, hogy elébe tudjon menni olyan döntéseknek, amely hosszú távon biztosították mindazt, hogy jól működjön. Tehát elég kemény gazdasági helyzet volt az időszak. Igen. Ugye ezt országosan is láttuk, de talán ugye a városi gazdálkodásban nem úgy láttak bele az emberek. Hogy tudtak sakkozni akkor ezekkel az összegekkel, amik rendelkezésre álltak, úgy, hogy befektetők mondjuk nem nagyon érkeztek abban az időszakban? Hát, ha így visszaemlékezem, akkor voltak napi problémák, voltak hosszabb távú olyan hatások, amelynek a kivédésére volt lehetőségünk felkészülni. Ennek a kettőnek az ötvözetéből sikerült kihozni azt, hogy egy-egy költségvetést sikereset tudtunk lezárni. Hozzá kell tenni, hogy 2011-ben 33 be nem töltött álláshelyet szüntetett meg az önkormányzat. Ennek a megtakarítása a következő évben mindenképpen jelentkeztek. Túl vagyunk az a időszakon, létszámnövekedés indult el, az elmúlt években tavaly sikerült egy jelentős béremelést végrehajtani a önkormányzati dolgozók körébe. Ez éves szinte egy 130 millió forintos csomagot jelentett. Személyenként átlagban levetítve 11,5%-os bérnövekedést. Ezt korábban nem tudtuk megvalósítani. Ugye a magyar gazdaság, a jó gazdaság politikának köszönhetően jól teljesít, egyre jobban teljesít. Ez hogy mutatkozik meg a magyar városokban, akár itt Karcagon? Hát az egyik része mindenképp az állami támogatásoknak a növekedésében van. Hozzá kell tenni, hogy az önkormányzat működésében maradt az óvodák rendszerének működtetése. Itt végre a normatív támogatás fedezni tudja mindazt a szükségletet, amit nekünk ugye meg kell oldani. Az oktatásügyi rész többi része elkerült tőlünk, de a konyháknak a működtetése, költségei azok rajtunk maradtak, és ezt is meg tudjuk oldani. Más egyéb területeken úgy gondolom, hogy bevétel növekedés sikerült elérni úgy, hogy a város lakosságának a terheit a legkisebb mértékben sem növeltük. Nincsenek kivetve semmiféle helyi adó, kommunális más egyéb adó, nem lett bevezetve földadó, holott ugye Karcagnak, mint mezővárosnak gyakorlatilag nagyon sok földterülete van, több mint 1300 hektár például, amelyel a gazdálkodást azért az elmúlt években
bérbeadás mellett sikerült jól megoldani. Ugye említi azt, hogy megpróbálják a lehető legkevesebb terhet a lakosságra kirúni, hogyha van úgynevezett önkormányzati rezsicsökkentésük, és ez mit takar? Hát az önkormányzati rezsicsökkentés az teljes mértékben párhuzamban van, én úgy gondolom, az országban a rezsicsökkentéssel. Azokat a szolgáltatási árakat, díjakat, amit meg kell fizetni egy karcai lakosnak, például egy fürdőszolgáltatásnál, nem emeltük az elmúlt években, sőt, igyekeztünk úgy kialakítani az árakat, hogy az lehetőleg csökkenő terheket jelentsen a lakosok számára. Nyilván a ideglátogató külföldi vagy pedig más turistáknál ez a csökkenés ilyen mértékben nem tapasztalható. Magyarul kedvezményeket adunk a karcai lakosoknak például. Nem is azt mondja, hogy ez bevételnövekedés eredményez az önkormányzati kasszában? A bevételnövekedés mindenképpen jelentkezik. Hozzá kell tenni, az országos rezsicsökkentés előtt ugye nálunk úgy a víz szolgáltatási ár, vagy pedig a szennyvíz tisztítási szolgáltatási ár az sokkal alacsonyabban volt és maradt is természetesen, mint az országos átlag, és hasonlóan mondhatom azt is, hogy a hulladékgazdálkodásnál is ugyanez jelentkezik. Tehát ezeket mi sikerült lent tartani. Hozzá kell tenni, hogy bevezettünk olyan dolgokat például, mint babaváró programnál, ösztönző csomagot, ami azt gondolom, hogy a karcai gyerekek születésekor minden családnak jó leső érzés átvenni, akkor lehetőségünk van azért további olyan biztonsági kérdéseknek a növelésénél, kamerarendszer, kiépítés, amely azt gondolom, hogy egy olyan plusz szolgáltatás, ami a lakosság számára rettentő fontos. Rengeteg pályázatért is felel, ami karcagot nézve, elég tetemes darabszámot tesz ki. Hogy áll ez össze ez a munka? Hát gyakorlatilag ugye polgármester úr megbízott ennek a fejlesztési csomagnak az ellenőrzésével, illetve az előkészítési munkákért. Ez gyakorlatilag napi munkavégzés jelent. Rendszerességgel napi egy órosszát foglalkozunk jegyzőr vezette csoportnak a munkájával. Amikor döntéseket kell előkészíteni, napra készen előkészítjük. Úgy gondolom, hogy minden ilyen dolgot határidőre tudunk teljesíteni, ezért vannak nyertes pályázataink, ezért vannak folyamatban lévő pályázataink, amelynek előbb-utóbb az eredménye a város számára meg fog jelenni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!